kirepül. Persze miért is lett volna épp ez a születésnap? Zsófika születésnapja normális. Gondolta Anna. Hiszen vasárnap volt, és megint összegyűlt mindenki, és ilyenkor sosem zajlik semmi normálisan. Először persze most is a másik mamáik érkeztek, egy kalitkával, benne a kismadárral, amiért Zsófika már hónapok óta nyúzta őket, valamint egy hatalmas tortával, amin csodás marcipán papagáj díszelgett, és amin később a nusi össze is vesztek, mert minek ennyi pénzt kiadni a cukrászdára. Hát nem képes a másik mama egy rendes tortát összeütni, micsoda urizálás, nevetséges. Később amiatt is rászólt a kisannára, hogy ne nevezze a szüleit másik mamáiknak és nusi nagyéknak, hanem nevezze őket rendesen Tibor papának és Panni mamának, illetve Lali papának és Nusi nagyinak, mert így úgy hangzik, mintha a két papa csak a mamák ridikülje, rúzsa, kiskutyája lenne. Ezt is persze Nusi nagyi találta ki, merő kötözködésből épp ő, aki a Lali papát soha semmiről meg nem kérdezte, soha figyelembe nem vette. Apa unott volt, mint mindig, kelletlenül rakta félre a tankönyveit, utálta ezeket a családi összejöveteleket nem véletlenül. Nusi nagyék nem sokkal a másik mamáik után érkeztek, zengett a lépcsőház a veszekedésüktől, a mama zsörtölődésétől. Ben terített asztal várta a családot. Anya, Annuska semmit nem bízott a véletlenre, és szeretett volna mielőbb túl lenni az egészen. Nem igaz, hogy ezzel az ócskasággal tudták csak megteríteni, kislányom. Húzta a száját Nusi nagy rögtön, amit belépett, és ez így folytatódott a rántott húsig és tovább. Már a kávéra vártak. Na most jön az, hogy Nusi nagyi szegezi a szokásos kérdést a másik mamának, nevetett össze a két kislány az asztal végén. És így is történt. Mert én eladtam a nyaralómat a gyerekekért, emelte fel éppen a hangját Nusi nagyi, de te, mutogatott idegesen a másik mamára, De mit adtál nekik? A kedves fiad egy szál posztúgatjába jött ebbe a házasságba. Az első öltönyét is én vettem neki, én. És kifizette az esküvőt, kedves Nusika? csattant fel Tibor papa. Mi fizettük az utolsó fillérig. És cserébe el kellett tűrnünk azokat a részek prolikat, akiket kedves Nusika odacsődített. A mélyen tisztelt barátait. Kikérem magamnak? visított Nusi nagyi, én úriasszony voltam mindig. Proli mondta erre a másik mama, és félrenézett. Egy pillanatra csend lett. Nem lehetett döbben csendnek hívni, a döbbeneten mindenki évek óta túl volt. Ha úgy vesszük, menetrendszerű volt ez is. Ebben az Isten verte rohadt családban mindenki, Anna! Üvöltött közbe hirtelen az eddig csendben meglapuló zsófika, és aztán már nem is bírt leállni. Miért van az, hogy egyedül neki van más neve? Azonnal mondják meg, miért! Nem lehet két testvért ugyanúgy hívni. Vigasztalta Lali papa, az egyedüli, aki kicsit is éppelméjűnek tűnt ebben a pillanatban. De ha megnövök, kérdezte Zsófi, akkor megváltoztathatom a nevem? Nagyon szép neved van, kezdett bele a nagypapa, de Kisanna kiáltása félbeszakította. Te hülye! Ráncigálta meg húga haját, mire a sírni kezdett. Hogy lenne már mindenki Anna? Lali papa, Tibor papa és apa sem az. Kisanna Anna állja sarokba rángatta fel Kisannát Annát, Nusi nagyi, és a hangodat ne halljam egész délután. Te meg, fordult Zsófi felé, honnan a büdös nyavajából szeded az olyan szavakat, hogy rohadt meg Isten berte? Tőled, Nusi nagyi, kezdte Kisanna Anna sunyin. Azt a kur! Kiáltotta a nagymama, de gyorsan helyesbített: Kurtja életbe! Mi az a kurtja? nyitotta tágra a szemét ártatlanul kisanna. Az, hogy nem kapsz a tortából köpte oda a nagyi, és hirtelen benyelt még egy unikumot. Ez már a hetedik, nyolcadik lehetett aznap délután. De hát a nagymama egészségügyi okokból, itt a nem élvezetből, isten ments, az unikum orvosság, a jó öreg doktor úr is megmondta, jót tesz a szívének. – Büdös vagy tőle, mindig is undorító! – pityeredettel el Kisanna, mire repült is a pofon, ezt már anya adta, lendületből a jegygyűrűje felszántotta Kisanna homlokát. Utána együtt sírtak a sarokban. Közben Nusi nagyi még egyszer öblített, és szinte elégedetten figyelte az ünnepromjait. Kell is a gyereknek a pofon! – szónokolt Nusi nagyi. – Most legalább megtudja, hogy ne feleseljen a szüleivel! – és se fukarkodtam a pofonokkal, mikor Annuska kicsi volt, és lám ember vált belőle. Nem úgy a ti fiatokból! Nézett a másik mamáékra, akik jobb hiány úgy tettek, mintha nem hallanának semmit. Mert nézzetek magatokra! Egyik gyereketek diszidált, a másik meg húsz évesen összehozott két büdös kölyköt, akiket eltartani aztán nem megyám. Ha én nem lennék, ha nem hoznám hétről hétre az ennivalót, meg is döglenétek. Itt anya közbeszólt, hogy a másik mamáik is segítenek sokat, de Nusi nagyi letorkolta, hogy most is, most is mi mindent hoztak a kölyöknek. Én egy rakás ennivalóval érkeztem, rikácsolta, míg ők egy büdös madárral és a csicsás ehetetlen tortájukkal. Minek egy kölyöknek madár? Csak csinálja a bűzt, a mocskot, viszi a pénzt, aztán jöhetek majd takarítani. Zsófika kérte a madarat, szólt közbe anya, de Nusi nagyit már nem lehetett leállítani. – Nekem lovaim voltak! – sóhajtott fel. – Gyönyörű lovaim! – Beszélsz már zöldeket! – Bökte oldalba a nagypapa, mire Nusika erősen belé csípett, és a fülébe sziszegte, hogy te engem meg ne hazudtoljál, főleg ne ezek előtt. Majd otthon megbeszéljük a többit. Susogta, és kiabába folytatta. Mert persze a ti drága fiacskátok tanul. Minek az? Zabálja az időt, energiát, habzsolja a pénzt. Én a lányomnak megmondtam, amikor el akart menni mindenféle szar cserépedényeket formálgatni, hogy nem lányom. Az élet kemény, pénz beszél, kutya ugat, mész a hadseregbe, ahol apád is dolgozik, tud neked egy helyet, mert ami biztos, az a biztos. És olyan boldog a lányod. Szúrta közbe Tibor papa, ami csak olaj volt a tűzre. Igenis boldog, üvöltött Tenusi nagyi, igenis boldog és nem utolsó sorban ő keres. És neki nem jutna eszébe, hogy szar madarakat adjon a kölyköknek, mikor egy normális göncük sincsen. Mint a ti édes fiacskátoknak. Egy rongyos farmerbe jött volna a lagziba, én vettem az első öltönyét is. Ezt már mondtad, Nagyi? Szúrta közben Zsófika, így ő is bekerült a sarokba, kis Anna mellé. Közben nem is vették észre, hogy anya kiment a szobából, csak az, hogy újra itt van, kezében a kalitkával. Ment az ablak felé. Kinyitotta előbb az ablakot, majd a kalitka ajtaját is. A kismadár tétován lépkedett kifelé. Előbb a kis fejecskéjét dugta ki a rácsok közül, csodálkozva, hogy hát ez tényleg lehet. Zsófi már hangosan zokogott. Kisanna az ablakhoz ugrott, és épp mikor a madár kirepült volna, becsapta. Nehéz rekonstruálni, mi történt ezután. Minden esetre anya megint sírni kezdett, Nusi nagyék pedig gyorsan összepakoltak, és nagyon hamar üres lett a lakás. Az egész történet csak most, hosszú évekkel később, anya halálának első évfordulóján került elő, hiszen Zsófika rögtön másnap kapott egy új madarat, és soha többé nem beszéltek az esetről. Ahogy a temetés óta anyáról sem, aki búcsúlevél helyett csupán két kis egyforma filigrán ezüstmedált hagyott az éjjeli szekrényen a lányoknak. A nagyszülők közül akkor már csak Nusi nagyi élt. Hangosan jajveszékelt a telefonba, hogy ő megmondta a legelején, nem kellett volna hozzá mennie az annuskának a Tibihez, hanem őre kellett volna hallgatnia, és hogy ő állja majd ezt a temetést is, mint mindent ebben a kurtja életben.